az utam, minden szavam feladom, az utam, tagadom, a hazugság cseppjét többé nem iszom. Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket, ez itt a Művészbejáró. A mai vendégem pedig azt gondolom, hogy az ország egyik legtehetségesebb énekesnője, Muri Enikő. Ó, köszönöm a felkonfot. Szia! Hát szia. Egyébként te nem tudod, hogy én régóta figyellek téged, és én mindig csodálkozom a te igazán különleges tehetségettől. De azt hiszem, ahogy így nézem a kis életedet, hogy te azért egy versenyző típus vagy, hihetetlen sok versenyen vettél részt már egész fiatalon, ugye? Ez így igaz, igen. Hát figyelj, megtisztelő, hogy követed a pályámat minden esetre. Már ez a versenyző típus, ez már egy kicsit így kopik, tehát már nincs az, hogy minden áron én akarok valamit megnyerni, hanem az van, hogy ugye a műsor előtt, hogy beszélgettünk, hogy mindenben van valami kihívás számomra. És nyilván a tehetségkutatók is ilyenek voltak, nem tudom, most a gasztronómia területén kicsit úgy elkezdtem kiművelni magam, de már nincs bennem az a mindenáron nyerni akarás. De miért? Mert lehiggadtál? Vagy azért, mert annyi igen. siker jött, hogy azt mondtad, hogy köszönöm most nem, már. Nem vagyok az az elszállós típus. Nem úgy értem, hanem a lelkedet megnyugtató, visszaigazoló siker. Egy valamit tudni kell rólam, és ezt nem nagyon szoktam hangoztatni, csak akkor, ha stúdióban dolgozunk. Én mindig azt szoktam kérni az aktuális embertől, aki a Spotikat tologatja, hogy egy valamit kérek, ne dicsérj. Mert képes vagyok elhinni, és képes vagyok megnyugodni, hogy ja jó, akkor ez pipa, akkor ezzel már nincs több dolgom. Maximalista vagy abszolút, ezek szerint? Abszolút. Tehát mindenből szeretem kihozni a legjobbat, de már nincs bennem az, hogy mindenkit le akarok énekelni a palettán, mert ez mindenkit nincs. Meg akarok győzni. Hogy de... Igen, tehát én nem meg akarok győzni embereket, hanem inkább az van, hogy csinálok valamit, tessék, nézd meg, hallgass meg, és hogyha tetszik, akkor mondjuk írd ki a Facebookra vagy Instagramra, és ez az nekem már egy rajongótól egy jó visszacsatolás, de amikor egy szakmabeli emberrel dolgozom együtt, akkor valahogy nem. A másik része pedig az, hogyha mondjuk dicsérnek, én annyira zavarba jövök, hogy nem tudom ezt jól kezelni. Tehát azt érzem, hogy ha megdicsérnek és azt mondom, hogy köszönöm, az nem elég. Tehát, hogy valamit még mondanom kellene, hogy köszönöm szépen, hogy... Tehát, hogy ez egy... A Céline óram fogalmazta meg egyszer, hogy ez a túláradó szeretet, az is lehet egy teher. Mert nem tudja az ember mindig úgy kezelni. Viszonozni vagy... a kedvességet, a rajongást, ami azt gondolod. Egyébként megtanultad kezelni a rajongókat, a rajongást? Azt gondolom, hogy az alázat az mindig is bennem volt, bennem is marad, és nagyon bízom benne, hogy ez így is lesz a jövőben. Tehát, hogy én, amikor mondjuk koncert van a Sugárlóval, és lejövünk a színpadról, én a lehető legnagyobb mosolyomat veszem elő, nem művészkedés, vagy nem színjátszás ez a részemről, hanem egy olyan elégedettség fog el, hogy de jó, hogy működött minden, hogy együtt volt a banda, hogy végre megint zenélhettünk. És az a mosoly, ami rajtam van, az már egy sokkal visszafogottabb mosoly, mint ami valójában kijöhetne rajtam, mert közben meg nem akarom azt, hogy bolondnak gondoljanak, hogy én vigyorgok, mint a tejbetök, hanem, tehát, hogy nem akarok elijeszteni senkit, de nyilván a kedvesség, ami ilyenkor ösztönből jön, az megvan. Az örömzenélést szeretnéd ilyenkor. Színház vagy ének? Éneklés? Azt gondolom, erre elég egyértelmű a válasz, nekem a zenekar. A zenekar a fontos. A Sugárlófal megtaláltál valami olyan stílust, ami hozzád lelkileg is, mint szubjektív művész közel áll? Én azt gondolom, hogy igen. A Sugárlóf 25 éves történelmében már lehet így mondani, olyan dal született, amivel tudok azonosulni. Hálás is vagyok ezért, hogy ilyen dalaik vannak, és azért is hálás vagyok, hogy nem volt elvárás, hogy egy ilyen, tehát hogy úgy kell elénekelnem, ahogy annak idején az elődeid, igen. Igen.
Muri Enikőt várták az egészben, hogy te magadat tedd bele a Sugarloaf egykori slágerekben is? Nem tudom, hogy mit vártak. Azt várták szerintem, hogy ha már mondjuk egy kicsit a színházat belevonom ebbe, akkor szerintem azt várhatták tőlem, hogy én minél hitelesebben, minél élvezhetőbben adjam át ezeket a dalokat, illetve a mondani valóját ezeknek a daloknak. És én azt gondolom, hogy ez sikerült. És a legnagyobb meglepetésre, amikor a legelső koncertünk volt együtt, akkor én az első két percben én ezt már olyan lazán elengedtem, és hagytam, hogy minden ösztönösen jöjjön ki belőlem a színpadon, és a Tóth Szabi, aki egyébként mindig azt mondta, hogy mindig figyelte az énekesnőket, mit mondanak, hogy mozognak, hova mennek, mit csinálnak a színpadon, ugyanezt mondta, hogy a kettő perc után ezt elengedte. És azt mondta, hogy fi, csináld, nem számít, hogy mit csinálsz, mert amit csinálsz, az jó. Aha, tehát benne volt egy elképzelés, és amikor azt látta, hogy te ezt megvalósítod, mindenféle instrukciós elvárás nélkül, akkor mondta, hogy köszönöm, megérkezett az énekesnőnk. Igen, tehát valahogy az lehetett, ha ilyen metaforát kell mondanom, amikor hazamész a szülői házba, és másnap fölkelsz a saját ágyadban, és minden ismerős, és minden nyugodt. Tehát valahogy én ezt egyébként magamban is így tudnám. Ez egy emberi bizalom is? Igen, tehát megjött a bizalom. A visszacsatolva az előző mondatodra, a Szabiban nem, hogy is fogalmaztál, tehát nem tudom, mit mondtál, hogy mi volt benne, de benne nem az volt, amit mondtál, hanem az volt, hogy a félelem. Tehát ő is egy maximalista ember, sőt, ő szerintem még jobban, mint én. Volt egy elképzelése. Hogy volt egy elképzelése, nyilván azért nem tudta, hogy mi van, együtt még sose álltunk színpadon, és ahogy megjöttem a színpadra, onnantól kezdve... Azért meg az X-faktorban is emlékszem, hogy nagyon sokszor egy lirikus dalokat énekeltél. Igen. És látod, gondolom, egy fiatal lányt, nagy barna szemekkel, csodálatosan énekelni, világslágereket, musical szerepeket, amit tudjuk, hogy tele van, és lehet, hogy azt gondolod, hogy nincs benned meg az a rock and roll esetleg, ami... Vicces volt, mert amikor... Tehát azt tudni kell, hogy a Sugarloafot én akartam. Tehát én mondtam azt, hogy én szeretnék a Sugarloaf tagja lenni. Nem nagyon akarták a fiúk, nem azért, mert velem volt bajuk, hanem azért, mert egy kicsit úgy érezték, hogy elfáradt ez a dolog, és mindenki szögre akarta akasztani ezt a kabátot, és azt mondták, hogy jó, akkor mindenki valami más csinált, valami civil munkát, vagy valami szakmához közeli munkát. És amikor én mondtam a Szabinak, hogy én ezt nagyon szeretném, akkor tehát amikor én ötször elmondtam neki, akkor ötödjére mondta ezt, de biztos, hogy ezt akarod? Mert hogy azt tudni kell, hogyha egy szóló énekesnő, vagy egy szóló művész, ha beszáll egy zenekarba, onnantól kezdve megszűnik a szóló karrier. Nagyon egyszerű oka van, ugye összeegyeztethetetlen a kettő. És ő folyamatosan ezt kérdezte, hogy te ezt akarod? Tehát, hogy nem akarod azt, hogy menjen tovább a szólókaré. És mondtam, hogy nem, és mondta, hogy nagyon érdekes, mert bárki, aki ebben a zenekarban volt, mind azt mondta, hogy ő meg a szólókarrierre vágyik. Uh-huh. És pont ez volt a fura ebben az egész. Na mindegy, lényeg a lényeg, összejött ez a dolog, és azóta is szárnyunk. Valamit kérdezted, elfelejtettem. Lépjünk tovább. Okay. Ez egy baráti beszélgetés. Te egy ilyen rock'n'roll csaj vagy? Most már igen, azt gondolom. Most igen. Olyan érdekes, tényleg, hogy ahogy beszélgetünk, ugye elárulhatjuk, hogy igazán mi most találkozunk először, és igen, én is azt gondolom, egy ilyen pörgős, energikus, kicsit keményebb csaj vagy, miközben a televíziós műsorokban, vagy a színházi szerepeidben, ugye elsősorban a lirikus, csodálatos hangodra voltak kíváncsiak. Például egy ilyen kemény rock'n'roll csaj, hogy tudott belebújni egy finom musical szerepbe? Na akkor naivába, még ugye nem, hát akkor még ugye nem volt meg ez a rocker korszak. Akkor annak volt itt az ideje. Tehát hogy igen, jöhetett a Beyoncé, jöhetett a Kelly Clarkson, jöhetett egy csomó, egy magyarot is mondja, jöhetett a Tomposkátya magános csónakja. Tehát hogy egy csomó minden olyan belefért, amivel akkor tudtam azonosulni. És most már nem tudnék ezekkel a dolgokkal azonosulni, mert azt érzem, hogy én ezt lezártam. Uh-huh. Tehát, hogy nekem megvolt az egy emberi fejlődésen mentél keresztül? Igen, úgy gondolom. Tehát az a
az a fajta naíva, az a fajta díva, aki egyébként egy kicsit naív és elhiszi, hogy, az, hogy a világ az egy ilyen Disney világ körülötte, az már így elmúlt. Tehát, hogy szépen így elkezdtem ébredezni, mint Csipke Rózsika, és meglátta maga köröt, hogy, körül, hogy mennyi minden olyan működik. Van. Igen. Mert az X-faktor sikere után ugye jött az emberek hihetetlen szeretete, gondolom kiléptél az utcára, és minden második ember így belenézett az arcodba, hogy tényleg te vagy-e, akkor azt gondoltad, hogy egy ilyen csodavilágba kerültél, és aztán tudom, hogy jött a rengeteg felkérés is, például színházaktól, igen, televíziós műsoroktól. Jött minden egymás után, hál' Istennek, tehát azt éreztem, hogy az, ami a célom volt ezzel a műsorral, nem az, hogy megnyerjem, hanem az, hogy váljon valaki belőlem, az úgy kezdett beérni. És amikor vége lett az X-faktornak, én egyből bekerültem a Madách Színházba, ott volt az első komolyabb musical, amiben szerepeltem, és ráadásul nem csak énekelni kellett, tehát nem csak dalok voltak benne, hanem prózát is kellett mondanom. Tehát ami nekem nyilván egy új világ volt, hiszen X-faktor közben én jártam a Gornagy Mária színi tanodába, közben kaptam egy szerepet, tehát hogy itt túl sok minden jött, ja és közben még mentem haknizni is, tehát hogy túl sok minden volt, de valahogy túl lendültem rajta, valahogy sikerült megcsinálni, és hát nyilván ott jött az első ilyen mély víz a színházba, amikor azt éreztem, hogy húha, ez nagy falat, hogy én ezen hogy fogok túl lendülni, és hogy fogom megugrani egyáltalán ezt az egészet. De aztán, meg hát jött ez, az X-faktoros itt van a színházban, mit na, fog vajon csinálni? Mit tud ő, és igen. Hogy izé, és tudod, olyankor hiába bizonyítod azt, hogy hát persze nem is a főiskola, vagy nem is, hát akkor még főiskola volt, most már egyetem, nem a színműre járok, hanem a Gornagyba, ami egyébként szerintem egy baromi színvonalas tanoda, de hogy azért mégis, hát hogy ott nekem bizonyítani kell, és hát jöttek a szúrós tekintetek, az izé, és valahogy így 2-3 hét alatt nekem ezt így sikerült így elsimítanom, pusztán azzal, hogy mindenkivel iszonyú kedves voltam, és iszonyú érdeklődő, és amit tanácsoltak, azt így mind igyekeztem beszívni magamba, és azt mondja, hogy jó, hát annak érdekében, hogy a legjobb legyek ugye a színpadon, akkor annak érdekében próbálom megfogadni azokat a tanácsokat, amiket én ott kapok. És ezzel mind-mind egy olyan pozitív légkört teremtettem magam körül is, ami a mai napig egyébként ez mert ugye, megvan. Ha jól tudom, ugye most ez a Mamma Mia-ra készülsz, tehát hogy azért még a színház az mindig megmaradt az életedben. Megmaradt, és nagyon szeretem is, hogy ott van, hiszen ugye minden zenekar életében van ugye uborka szezon, ez minden évben, ez sajnos ez van, pedig bárcsak minden nap zenélhetnénk és koncertezhetnénk, de az uborka szezonokban nagyon jó, hogy nekem ott van a színház. És ezt a sugárlófalakhoz sikerült összeegyeztetni, megérték, hogy neked azért kell egy másfajta megérhetés. Abszolút megértik, meg van, tehát a zenekaron belül szinte mindenkinek van egy civil szakmája. Van, aki informatikus, van, aki egyébként mondjuk, minek hívják a pozant más néven? Harsonatanár, akkor, vagy éppen most diplomázott le, és most fog tanítani, akkor... nem is tudom, van, aki pék egyébként a zenekarban, egy ilyen családi vállalkozást visznek, tehát hogy mindenkinek van egyébként egy olyan civil szakmája, amiből egyébként még megél, de hát nyilván a zenélés az számunkra az örök és sérthetetlen. És hogy látod magad a jövőben, mondjuk 4-5 év múlva, vagy esetleg 10 év múlva? Zenekarozás, vagy a színház, vagy valami új stílus? Hát figyelj, egyébként azt mondom, hogy én most nagyon jól érzem magam a bőrömben, tehát úgy jó számomra minden, ahogy van. Szerencsésnek is mondhatom ezáltal magam. Én azt mondom, ne menjünk 10 évre, mondjuk menjünk 5 évre, én 5 év múlva ott látom magam, hogy kidobunk még 2 lemezt, kidobunk még mondjuk, nem tudom, 5-10 videoklipet, és szárnyal a sugárlóf. Én így látom magunkat. Színházban pedig ugyanúgy. Tehát, hogyha van lehetőség, és idő persze a sugárlóf mellett, akkor új darabok is. Tehát, hogy várod a felkéréseket nagyon sok szeretettel, a színházaktól is. Egyébként megfigyeltem, hogy mostanában
kevesebbet szerepelsz a bulvárban, kevesebbet szerepelsz akár mondjuk az elektronikus sajtóban, vagy az írott sajtóban, ez szándékos, egy picit így visszaléptél ezektől, hogy két hetente rád telefonál valami bulvár újság, hogy Enikő mondjál valamit? Hál' Istennek ez már megszűnt, ez a telefonálgatás, ez egy tudatos döntés nálam. Egyrészt azért, mert nem szeretném azt, tehát ugye nagyon sokan mondják például rám azt, hogy celeb. És általában én ezt ilyenkor kikérem magamnak, mert én nem szeretem ezt a szót. Még mondjuk Amerikában teljesen mást jelent a celebritás, a celebration, ugye az egy ünnepelt valami. Addig sajnos itt Magyarországon egy teljesen... Hát egy ilyen negatív hangzásra van. Én azt szeretem, hogyha úgy apostrofálnak, mert ugye több fenékkel ülök meg egy lovat ebből a szempontból, hogy mondjuk inkább művészember, előadó művész, stb. Hiszen azért te csak a tehetségeddel vívtad ki a figyelmet, az emberek szeretetét. Aztán természetesen, ha valaki a képernyőn sztár lesz, kisebb-nagyobb sztár lesz, ugye megindul itt utána az érdeklődés. Igen. De hogyha túl sokat vagy a bulvárban, vagy a sajtóban, a különböző showműsorokban, akkor könnyen rád nyomhatják a celeb bélyeget. Igen, és... Tehát hiába bizonyított színházban fellépésekkel, hogy tehetséges ember vagy. Az teljesen mindegy. Most nyilván nem azokról az emberekről beszélek, akik szakmabeliek, mert ők ugyanezen az elven vannak, amin én, hanem azokról az emberekről, akik... Nem tudom, tehát egy műsorban mondjuk a szerkesztő simán lecelebez téged. És ez számomra, ez egy kicsit ilyen degradáló. Te vagy olyan karakáncsa, hogy azt mondod, hogy nem, kérem szépen. Persze, persze. Mert én sem mondom azt, hogy te egy eredjes vagy. Egy eredj ide, eredj oda típusú ember vagy, hanem te egy műsorszerkesztő vagy, ami... Most ez lehet asszisztensnek, meg nem tudom minek, de mondjuk ha azt mondom rá, hogy te egy titkárnő vagy, aki rohangál, meg kávét főz, az nyilván egy, ma már egy degradáló dolog. De hogyha azt mondom, hogy te egy műsorszerkesztő vagy, akkor az már egy... És tudom, ezek ilyen nüansznyi dolgok, de mivel emberből vagyok én is, meg te is, meg mindenki, ezért sokkal jobban esik az, amikor egy olyan titulust aggatnak rád, ami egy... valóban létező, de én nem vagyok celeb. A nyíregyházi vidéki kislány, hogyha visszagondolsz gyerekkorodba, akkor most te ott tartasz, amit annak idején a gyerekszobádban elképzeltél? Az álmaidat valamennyire tudtad megvalósítani? Több minden történt. Tehát, bár nem szeretek róla beszélni, de kihagyhatatlan, mert az életem része volt, amikor én az Operett Színházba életemben először jártam, akkor, ha jól emlékszem, akkor a Rómeó és Júlia musicalt néztük meg a szüleimmel. És ültem ott a nézőtéren, és jött egy ilyen gondolat, hogy de jó lenne egyszer ezen a színpadon állni. És nem tudom, mennyi idő múlva valóban ott álltam, és azokkal az emberekkel dolgoztam együtt, akik nekem akkor példaképek, ikonok voltak. És ez egy nagyon jó leső dolog volt. De ugyanez volt a Madách Színházban, és ott viszont az Operász Fantomját láttam először, akkor voltam 17 éves, erre valamiért emlékszem, nem tudom miért, és akkor is ugyanez a gondolat volt, hogy de jó lenne egyszer ott állni ezen a színpadon, és de jó lenne valami jót alkotni, valami olyat kiénekelni, amire azt mondják, hogy atya úristen, ez nagyon jó. Hát ez nem tudom, ez a része megvolt-e, de az, hogy ott állok a színpadon, az nekem egy olyan gyerekkori álom, ami megvalósult. Tehát mondhatni egy ilyen bakancslista. Akkor te azok közé, a szerencsés művészek közé tartozol, aki sokkal többet kapott az élettől, meg ettől a pályától, mint remélte volna, vagy bármikor is álmodott róla. Igen. És mostanában hol láthatunk téged, a Sugárlófal, vagy akár mint színésznő? Hát ugye a pandémia miatt nekünk nagyon-nagyon sok koncertünk maradt el, szám szerint olyan 60-70 között. Az szép szám. Ami azért is bosszantó egy picit, bár ugye ez egy padhelyzet, tehát ezzel nem tudunk mit csinálni, mert hogy idén 25 éves a zenekarunk. És nagyon szeretnénk csinálni december 5-én az Akváriumban egy jubileumi koncertet. Szeretnénk ünnepelni végre mi is egy jót. Most nagyon úgy tűnik, ugye az esetek miatt, tehát hogy ugye egyre több az igazolt koronavírusos beteg,
hogy valószínűleg márciusra fog ez áttolódni, ez a koncert, de nem baj, mert akkor már 26 éves lesz a zenekar, de mi ezt frappánsan meg fogjuk oldani egy 25 plusz egyel. Úgyhogy, de ezáltal ugye rengeteg, ugye nekünk most indult volna a turnénk, mert tavaly megjelent egy lemezünk, a Sputnik, amivel igen-igen sok tervünk volt idén, de ugye ez mind elmaradt, úgyhogy egy ilyen 25 plusz egy, most ez a munkacím, turnénk keretein belül szeretnénk bejárni egész Magyarországot, illetve Erdélybe is nagyon szeretnek minket, és oda is szeretnénk eljutni. Meg hát a Felvidék, tehát hogy Szerbia is, tehát hogy minden olyan helyre, ahova lehet menni, szeretnénk eljutni. Bízunk benne, hogy el is tudunk majd jutni, úgyhogy sugárlófal ez a helyzet. Illetve szeptember-október környékén szeretnénk jönni egy új klippel, amit már le is forgattunk. Hát színházban pedig minden, ami eddig volt, az marad. Mamma Mia, hegyek? Igen, Mamma Mia, Én József Attila, tehát az marad. Minden a pandémiától függ. Legyen így, illetve legyen úgy, hogy rengeteg munkád lesz, és ígérem, hogy én biztos, hogy még követni foglak, sőt, köszönöm. Lehet, hogy még egy Sugarloaf koncertre is el fogok szeretettel. Mert én abban még nem is hallottalak. Köszönöm szépen, hogy itt én voltál velünk. Kedves nézőnk, ez volt a Művészbejáró, találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra!